Szerintem nincs olyan ember itthon, aki ne készített volna már valamilyen bögrésmákos süteményt, és nem feltétlenül sikerül. Na, ezért én most megmutatom, hogy attól még, hogy úgy nevezzük, hogy bögrésmákos, az még nem jelenti azt, hogy nem kell a tésztával foglalkoznunk. Ráadásul készítünk rá egy citromkrémet is. Legelőször a tojásfehérjét felverjük magában. Ez is már lazítani fogjuk a tésztát. És remélem, hogy lassan le fogom tudni dönteni azt a mítoszt, hogy ahhoz, hogy a tojás fehérje felverődjön, akkor nekünk vagy só, vagy cukor kell, nem kell semmi. Tiszta kell, hogy legyen a tál, és ne legyen benne tojás sárgája. A fehérjébe akkor gyönyörűen felverődik, és tartja is magát. És ugye feleslegesen nem mosogatunk, hiszen ez csak fehérje, úgyhogy folytatjuk a tésztát. Fogjuk a vajat, és fokozatosan hozzáadjuk a cukrot. És szépen kihabosítjuk. Vagyis fehéredjen ki, a cukor pedig olvadjon fel. Ha szépen kifehéredett, vagyis kikrémesedett, jöhet hozzá a tojás sárgája, de nem egyszerre, szépen kettesével, amennyit felvesz. És végül jöhet a mák. Nézzétek, azt is lehet egyébként otthon csinálni, tényleg fogjátok a bögrét, aztán mindent nevezzük így, hogy összehánytok, de miután ilyen kevés az alapanyag, tényleg arra kell törekedni, hogy minél habosabb és könnyebb legyen maga a tészta, sokkal élvezetesebb úgy enni, és ráadásul ebben nincsen liszt, úgyhogy tényleg könnyű, habos, mint egy párnája lesz az a tészta a végén. Lássuk csak ezt a mákos masszát. És jöhet a lazítás. Ugye most mindent kihabosítottunk, mindent kikrémesítettünk. Gyönyörű szép az alapmasszánk. Jöhet a tojásfehérje. Két részletben, hogy ne törjük össze. Az egy picikét nehéz lesz, mert azért tömör a massza. De láss csodát, hihetetlen, de elkezd majd lazulni. Irány a sütő, 170 fok, természetesen elő van melegítve, és körülbelül 12-15 perc alatt gyönyörűre megsül. Puha lesz, hiszen nincsen benne liszt. Ameddig sül, elkészítjük a citromkrémet is. A jó citromkrém, még egyszer mondom, a jó citromkrém elengedhetetlen alapja nyilván a jó citromlé. Úgyhogy ha van idegrendszerünk, és pedig legyen, akkor facsarjuk ki, hozzáadjuk az egész tojásokat, a cukrot, és vízgőz felett körülbelül 83 fokig melegítjük, ezt azt jelenti, hogy egyrészt nyilván már fel fog olvadni, és utána szépen bekrémesedik, mint egy puding. Lassan kész a krém, nézzünk rá egy kicsikét a piskótára. Aha, szerintem ez már jó lesz. És már tényleg mindenre azt mondom, hogy de jó illatod van, de azt mondom, ennek tényleg nagyon jó illata van. De nagyon jó illata van. Vissza a citromkrémre, mert ezt folyamatosan kell keverni, különben összerántódik. Amikor már kezd ugye összeállni, szép kis lágy krém az állaga, jöhet a hideg víz, de még jobb a jeges víz, amiben teszünk egy kis zselatin, és amikor azt látjuk, hogy ilyen gumis, jól kifacsarjuk a felesleges vizet, jöhet a citromkrémbe, jól keverjük át, hogy biztos, hogy elolvadjon, és jön, amitől igazán jó lesz ez a citromkrém. Ez a mérhetetlen mennyiségű vaj. Ez nem kevés. Viszont nagyon jó lesz az ízében is hozzá. Krémes lesz, lágy lesz tőle. Picikét tompít ugye a citrom fanyarságán. Mennyei az van, mennyei! Hát azt megígérhetem, hogy aki szereti a mákos süteményt, az ennek a függője lesz. A citrom szerelmes a mákba, a mák szerelmes a citromra, pláne egy ilyen citromkrémbe. Csak szépen hagyjuk, hogy elterüljön, kész is. Természetesen ugye hát meg kell kötni ennek a citromkrémnek, úgyhogy irány a hűtő, körülbelül 2 óra is ilyen vágható lesz. Nyilván nem kell ilyen tortakeret hozzá, bármilyen megteszi, kerek, kockás, szögletes, szív alakú,
A lényeg az, hogy készüljön el.